A versenyre a pápai rendezvényen résztvevő pincészetek nevezték boraikat. Összesen 30 mintát, 17 féle bor volt, 11 fehér és 6 vörös. Miután ez a borverseny nem borvidéki borverseny, ezért itt a házrevelő, a furbin, ami mondjam azt, hogy a borvidékre jellemző, és ezek kiemeltebbek. De emellett a sardonét is megtaláltuk, zenitet is, tehát olyan fajtákat is, amelyek nem elsősorban a borvidéknek az ászlós fajtái. De én azt mondtam el az előzőkben is, hogy ettől szép ez az egész rendezvény, és ettől színes, hogy tényleg olyan fajtákat is kóstolhat itt a nagy közönség, amelyek nem csak a borvidékre jellemzőek. A bírák Ferenc Vilmos, Kulka Gábor, Lengyel István és Somogyi Lajos voltak. Mint mondták, igazán kiemelkedő bor nem volt, inkább az átlag jó, de volt néhány olyan minta is, mely nem kapott minősítést, csupán oklevelet. Tehát egy ilyen versenynek ez az elsődleges lényege, hogy a gazdának adjunk egy visszajelzést, hogy az ő általa készített bor azzal a technológiával, azzal a művelésmóddal és egyéb dolgokkal, szakmaisággal, az megfelelő vagy nem megfelelő. 2012-ben a pápai borversenyen fehér borok közt 4 arany, 5 ezüst és 11 bronz minősítés született, a vörös borok mezőnyében pedig 2 aranyat, 1 ezüstöt és 2 bronzot osztottak ki. Néhány felnőtt és gyermek jelenlétében adta át jelképesen a felújított Bástya lakótelepi játszóteret a város polgármestere és a városrész önkormányzati képviselője. Itt korábban is volt már egy játszótér, de az elmúlt időszakban már annyira leromlottak ezek a játékok, hogy szükséges volt azok megújítása. Rugós hintával, pörgővel, libikókával és kötélpiramissal bővült a házak ölelésében lévő játszótér. A városgondnoksága a növényzetet is megfiatalította, és rendezetté tette a környezetet. Az új játékokat örömmel próbálták ki a kicsik. Molnár Jánosné például 3 unokájával fedezte fel a játszóteret. A lányomnak itt van telefonboltja, és sokat vagyunk erre. Méghozzá akkor az unokával? Igen, az unokával. Mit szól a játszótérnek a felújításához? Nagyon jó lett itt legalább a környékben, ha erre vannak a gyerekek, tudnak játszani. Gyakran jártál ide a Bástya lakótelepi játszótérre korábban is? Igen. Milyennek találtad? Kicsit réginek, de most, hogy felújították, jobb lett azért. Körbenéztél és tetszik? Ez azt jelenti? Igen.